Az élményzóna életépítés pályaorientációs táborába látogattunk el stábunkkal. A gyerekek éppen egy szituációs gyakorlaton vesznek részt, amely nagyban hozzájárul az önismerethez. A hét első napja mindig ismerkedős játékokkal indul, mondja az egyik táborozó, Sárkány András. Az első nap az mindig ilyen ismerkedés, és tudjuk, hogy így arról a topikán van, hogy mit csináljuk, hogy így mi lesz az életünkből, hogy ismerjük magunkat, meg ilyesmik. Nem ez az első alkalom, hogy a szervezők erre a táborra is várják a gyerekeket. Az egyhetes foglalkozást 7.-8. osztályos gyerekeknek ajánlják, akik a pályaválasztás előtt állnak. A tábort 3 évvel ezelőtt rendeztük meg legelőször, körülbelül hasonló létszámmal, mint most. Most 11 fő tartózkodik a tábor területén, és pályaorientációval, életpályatervezéssel és egyfajta önismerettel foglalkozunk egész héten a gyerekekkel. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, van igény ezekre a foglalkozásokra, hiszen az önismeret már fiatal korban is nagyon fontos, nyilatkozta Horváth Majoros Krisztina. A tábor célja, hogy a gyerekek minél előbb tiszta képet kapjanak arról, mivel szeretnének foglalkozni a jövőben. Én azt gondolom, hogy minél előbb tisztában van valaki a saját képességeivel, annál tisztábban tudja majd látni azt, hogy mi fogja érdekelni a jövőben. És én azért gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy minél előbb ezt elérje ezt a pontot az ember, mert így sokkal több információt tud befogadni, sokkal több információhoz tud hozzájutni, és így azért azt gondolom, hogy nagyobb az esélye annak, hogy olyan szakmában vagy olyan foglalkozással tudjon haladni tovább az életében, ami tényleg örömmel is eltölti, és nem csak egy szimpla munkahelyként szolgál. A tábor zárásaként a szülők is betekintést kaphatnak az elmúlt egy hétről. Ez segítséget nyújt nekik is, hiszen így tisztább kép tárul eléjük arról, milyen irányba érdemes terelni a gyermeküket. A zárás nálunk pénteken van, és ez nagyon fontos pontja a tábornak. Nem csak egy szimpla zárásra kell ilyenkor gondolni, hanem ilyenkor adunk a szülőknek is mi is visszajelzést, és a gyerekeket felkészítjük a héten arra, hogy egy körülbelül 25-30 percben minimum tudjanak arról beszélni, amit itt egyrészt a táborban elhangzott, és hogy mennyi mindent tudnak magukkal vinni ebből az 5 napból, és ez nagyon sokat szokott segíteni a szülőknek a továbbiakban, mert nyilván 5 nap alatt nem lehet csodát tenni, viszont egy nagyon jó elindítása egyáltalán a gondolkodásnak ebben a témában a szülők és a gyerekek körében is egyaránt. A szervezők tervezik a következő években is megrendezni ezt a tábort, hiszen az önismeretnek nagy szerepe van a pályaválasztásnál. Szívügyüknek érzik a gyerekek és szüleik segítését egy ilyen fontos témában is.